8 éves lett a Connect Egyesület. Az évfordulót néhány napja ünnepelte a társaság a mentorokkal, mentoráltakkal, szülőkkel és az Egyesület önkénteseivel. Most pedig újult erővel vetik bele magukat a különböző programok szervezésébe. Ennek részleteiről beszélgetek Stumpf Katával, az Egyesület társalapítójával. Szia, Kata! Szia! 8 éve már, hogy megalapult a Connect Egyesület, már biztosan nagyon sokan hallottak rólatok, de azért kérlek röviden mondd el, hogy mi is hívta életre az Egyesületet, akkor még mentorprogramot. Igen, hát egy nagyon ilyen mini ötletelésből született ez az egyesület, ugyanis egy mentorprogramot álmodtunk meg, és azt a koncepciót vázoltuk fel egy barátnőmmel, hogy mi lenne akkor, hogyha a középiskolásokat úgy segítenénk a pályaorientációban, hogy egy mentort rakunk melléjük. És akkor ebből elindult egy pilot projekt, ami aztán nagyon jól sikerült 2015-ben, és aztán ez a mentorprogram ezt folytatódott, egyre többen lettek, és új programokat találtunk ki, és egy egyesület nőtt a program mögé, és most már nem csak mentorprogramról szól a Connect Egyesület, hanem különböző programjaink vannak, és a közös út, a cél az az, hogy pályaorientációban segítsünk fiatalokat, és most már nem csak középiskolásokat, hanem egyetemistákat és fiatal felnőtteket is. És már mondhatjuk, hogy nagyon sokan vagytok. Hány főt számlál most a Connect közösség? Állandó szervezőnk 60 körüli, ez folyamatosan változik, mert folyamatosan várunk önkénteseket, és évente bevonunk több mint 100-150, van, hogy 200 önkéntest is a különböző programjainkban, van, hogy szakmabeliként vonjuk be őket, hogy beszélgessenek a szakmájukról fiatalokkal, és van, hogy mentorként, ami ugye abban különbözik, hogy sokkal inkább egy életutat segítenek végigkövetni, megtervezni, és nem feltétlenül az adott szakmájukkal segítik a fiatalokat, hanem azzal, hogy ott vannak, segítenek kérdezni, kapcsolatokat hoznak be, és az önismereti folyamat mellett egy ilyen felfedezést csinálnak a diákokkal. Három fő programotok van, de kezdjük a mentor programmal. Hogyan tudtok segíteni a fiataloknak, hogy megtalálják az útjukat? Mi azt látjuk, hogy nagyon nagy stresszben vannak, már 10-től, sőt már 9-től is a fiatalok, de főleg 10-ben, amikor elkezdődik már a faktválasztás, van akinek az előrehozott érettségi, bármilyen kérdés, és természetesen vannak mindenféle személyiségtesztek, megmondjuk, hogy milyen szakmát választ egy rövid kérdőívből, stb. Mi nem annyira ezt valljuk, hogy ezeket kell a fiatalok elé letenni, habár egyébként nagyon szeretik az ilyen fajta teszteket, hanem azt gondoljuk, hogy a mentorálás egy jó módszer arra, hogy ők felfedezzék azt, hogy miben jók, és hogy miben gondolkodnak, és hogy az valójában mit jelent. Mert sokszor azt látjuk, hogy mondjuk leül elénk egy fiatal, és azt mondja, hogy hát őt a HR érdekli, és akkor megkérdezzük, hogy jó, de mi a HR, és akkor azt mondja, hogy hát emberekkel foglalkozik, jó, de hogyan foglalkozik emberekkel, és teljesen természetes, hogy egy középiskolás nem érti azt, mondjuk egy nagy vállalatnál a HR-es az mit akar. Tehát vannak ilyen fals koncepciók a fejükbe, ezeket letisztázni, önismeretben segíteni, és az, hogy az egyes utak, amik megfogalmazódnak a fejükben, azok mögött legyen valós tapasztalat, és olyan példákat lássanak, kérdezzenek személyesen, amik számukra hitelesek, és amikből tudnak aztán sok-sok információt nyerni. Az évek alatt biztosan rengeteg sikersztori született, de te mire vagy a legbüszkébb? Én a saját mentorálásomra vagyok büszke nagyon. Ez 2 évvel ezelőtt volt a legutolsó ilyen mentorálási folyamatom, és akkor egy olyan lányjal kerültünk össze, akivel nagyon hasonló volt az értékrendünk, vagy az, ahonnan jöttünk, viszont és hasonló dolgokban volt benne, mert hogy őt is nagyon sok minden érdekelt. Amikor először megkérdeztem, hogy mi az, amiben gondolkodik, akkor felsorolta a jogi irányt, a Corvinusos közgazdaságtan irányt, akár a mérnöki irányt is, és mondta, hogy hát ő így egyébként meg tudná csinálni bármelyiket, és hogy akkor kezdjünk el erről gondolkozni, hogy mi mit jelent. És nagyon, nagyon jó folyamat volt nekem is, mert önismeretben engem is segített, és egyébként láttam azt, hogy folyamatosan találkozóról találkozóra így tisztul le neki a kép az, hogy mit szeretne csinálni. És ez olyanokban nyilvánul meg, hogy mondjuk megkértem, hogy a következő 10 évét azt rajzolja le nekem. És akkor ott volt az, hogy ő még szeretne a cserkészetbe ott segíteni, már szeretne fiatalon családot, és akkor megkérdeztem, hogy jó, de ebbe akkor ott látod-e mondjuk a jogi egyetemet, vagy az orvosit, és akkor mondta, hogy nem, és meg tud abban nyugodni, hogy akkor ezt így kicsit félre rakja, és a többin gondolkozik. Úgyhogy ilyen folyamatokból áll a mentorálás, és szerintem fantasztikus élmény tud lenni. Igen, szerintem ilyen kérdések nem biztos, hogy egy szülőnek eszébe jutnának. Most pedig a programok megreformálásán dolgoztok, de mind fogtok változtatni? Igen, egy kutatás van folyamatban a Connectnél, ugyanis azt látjuk, hogy a 8 év alatt
nagyon sok minden változott, és hogy ezt meg kell kérdeznünk. Nyilván vannak a résztvevőinktől is visszajelzések, de hogy látnunk kell azt, hogy most egy Connect-ben nem résztvevő diák, tehát aki nem tudja, hogy mi mikben vagyunk benne, az hogyan gondolkozik a pályaorientációról, illetve hogy a szülők és a tanárok mit látnak a diákokon. És az egyik dolog, ami nagyon erősen kijön, az, hogy nagyon, nagyon rossz állapotban vannak mentálisan. És most ez abban nyilvánul meg, hogy nagyon leterheltek, nagyon stresszesek, hogy nagyon görcsölnek azzal kapcsolatban, hogy el kell dönteniük az életüket. És ez teljesen érthető, hiszen azt látják, hogy mindenki valósítja meg önmagát, influencerek hada van előttük, ilyen pályáról ide váltottam, és egyébként felfutottam a saját bizniszemet, stb. És akkor ő ott van, hogy ő egyébként nagyon sok felé érdeklődik. És akkor ezt szeretnénk minél több tapasztalatot behozni itt nyár végére, és letisztázni egy olyan vonalra, ahol a mentorálás kap újra egy nagyon nagy szerepet, és a mentorprogramunkat szeretnénk úgy letisztítani, hogy egy nagyon erős mentoráláson alapuljon, és a mindenféle ilyen soft skill fejlesztés, ami szintén fontos, vagy bármi más csapatépítő dolog, az egy második lépés legyen, hogyha jobban elköteleződik a Connect felé. És ha valaki csatlakozik, akkor mi a Connect életérzés? Igen, vannak alapértékeink, és azt látjuk, hogy az Egyesület ez egy nagyon, nagyon befogadó és elfogadó közösség, és szerintem ez az, ami egyébként nagyon fontos a középiskolásoknak is, de egyébként a felnőtt pályaváltóknak is, hogy ki lehessen azt mondani, hogy én most nem tudom, hogy merre, vagy ki lehessen azt mondani, hogy én nem tudom, hogy az a szakma az pontosan mit jelent, és ehhez nekünk azt kell, hogy egy olyan életérzést tudjunk kialakítani, egy olyan kultúrát tudjunk a szervezetben kialakítani, ahol vidámság van, ahol egy dinamikusság van, ami azt jelenti, hogy lehet változni, ahol személyesség van, de közben mégiscsak van egy közösségérzés, és azt gondolom, hogy ez a sokféle érték, amit így behozunk az Egyesületbe, ez az, ami ad egy olyan társaságot, egy olyan közösséget, amiben aztán a mentorok is, meg a mentoráltak is jól érzik magukat. És egy gyors kérdés a végére, hogy sikerült az ünneplés? Nagyon jól sikerült az ünneplés, és egyébként fantasztikus volt látni, hogy a legelső mentorprogramunk ból is jöttek résztvevők, sőt, ugye nagyon sokan vannak, akik már akár mentorálnak, vagy akár szervezőként ott állnak mellettünk. További sok sikereket kívánok nektek, köszönjük szépen, hogy eljöttél. Nagyon szépen köszönöm.